A második dajátéka volt Kodály Zoltánnak, az első a Hári János. Ebben a dajátékban, és hát ezeket a dajátékokat négy dalokból gyűjtött össze. Ebben a dajátékban például a Nekem olyan emberecske kéne, az Acsitári hegyek alatt, El kéne indulni, Lányok ülnek a toronyban, Görög Ilona szerepelnek. Hát ez a népdal egy lányról szól, aki énekel a kedvesének, és ő pedig távol van tőle. Általában a népdalok az emberi érzésekről, az élet dolgairól szólnak, de legfőbb téma általában a szeretett szerelem. Ebben az esetben az örök szerelemről beszélünk, és még más fajta szerelmekről is tudunk, például vágyakozó, viszonzott, viszontatlan szerelem. Az első verszakban, az első sorban egy természeti képet fest le, egy teles tehát tájat. Köszönjük szépen. Sajnos érte ezt a kérdést. Jó, még a témát. A négy évszak tavaszban egy részletet. Do, mi, 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 re, do, so, so, fa, mi, 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 re, do, so, so, fa, mi, fa, so, la,
és van még másik negyedikes is? Nincs. Egyedül vagy? De nagyon fogunk te rád figyelni. Hogy hívnak? Kurucsó Irén. Kurucsó Irén. Mindenkire figyelünk, de te rád, mivel ilyen picike vagy, még különösen megkülönböztetett figyelni. Negyedikes. Tanulsz hangszert? Igen. Milyen hangszert van? Zongora. Zongora? Hány éve? Most kezdte. Most kezdte? És szereted a zongorát? Igen. Na, akkor jöhet a szép csitári. A csitári hegyek alatt régen leesett a hó. Azt hallottam, kis angyalom, véled esett el a ló. Kitörted a kezed, nem lehetek a tiéd. A mót látunk az ég alatt, egy madarat repülni. De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni. Repülj, madár, ha a Székely Fonó, a első a Hári János. Kodály Zoltán által gyűjtött népdalok a csitári hegyek alatt. Nekem olyan emberecske kéne, el kéne indulni. Lányok jönnek a toronyba, én elmentem a vásárba. Kodály Zoltán a mai Szlovákia területén található Nyitra megyébe gyűjtött a csitári hegyek alatt. A lány énekel a kedvesének, aki távol van tőle. Általában népdalok az élet dolgairól szólnak, az élet, a halál, az öröm, a bánat, a vidámság és a szomorúság. A csitári hegyek alatt a örök szerelemről szól. Van viszonzott szerelem, örök szerelem, elmúlt szerelem, viszonzatlan szerelem. Az első sor egy természeti képet mutat be, a telet. A második sor átlépünk a népdal küszöbön, az emberi érzések világába. A harmadik sorban a lány megtudja, hogy valami történt a kedvesével. A második verszakban a fiú ír egy levelet a lánynak, hogy ne sírassa őt. A harmadik verszakban egy más világot jelképez, egy erdő mutat be, ahol két rozmarin bokor kinyújt, és az egyik rozmarin bokor a lány jelképezi, a másikat a fiú, és így látnak egyet. Köszönöm szépen. Ügyes volt. És akkor ki lesz a zeneszerző?
Johann Sebastian Bach, Gitur menet. Szó, do, ré, mi, fa, szó, do, la, fa, szó, la, ti, do, fa, szó, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, do, ti, do, ré, mi, do, mi, ré. Szó, do, ré, mi, fa, szó, do, la, fa, szó, la, ti, do, fa, szó, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, do, ti, do, ré, mi, do, mi, ré. Do, do, re, mi, fa, so, do, la, fa, so, la, si, do, fa, so, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, re, do, ti, do. Ez az. Gratulálok, és csak a legjobbakat tudom eddig mondani. Balázs Noémi, hol vagy? Itt van a Noémi. Az énekléssel kapcsolatban más évek óta hangsúlyozom, hogy az ember idegrendszere milyen fontos szerepet játszik az előadásban. Amikor idegesek vagyunk, és az idegrendszerünk egy picit cserben vagy bennünket, akkor az sok mindenben megnyilvánul. Például abban, hogy halkabban énekelünk, vagy gyorsabban, vagy hamisabban. Na most ez egy teljesen értelmes emberi dolog. Sándor Judit, az opera énekesnő azt mondta, hogy amikor dalestet adott a Zene Akadémián, a koncert az első baki után kezdődött. Amíg az első bakit el nem követte, addig reszketett a térde, reszketett a válla, reszketett minden, amikor egy jó nagy bakit elkövetett, onnantól kezdődött a koncert. Ezt azért ecsetelem ilyen részletesen, hogy abszolút érthető és megérthető, hogy amikor az ember ideges, már pedig minden művész ember ideges, mert valami nagyon szépet szeretne produkálni másoknak, és ez egy őrületes nagy felelősség, akkor sose tudja, hogy mi lesz a színpadon, de vagy nagyon jól sikerül, vagy egy kicsit kevésbé, vagy még jobban, mint remélte. Noémihez ezt a hosszú-hosszú beszédet azért szeretném intézni, mert érezhető volt, hogy neki az izgulás következtében egy picikét, mintha magas hangon kezdett volna, azt hiszem túl magas volt a kezdő hangod, nem? És a harmadik sor az magasnak tűnt, nem Zsuzsa? Ugye? Volt, hogy magas volt az a kezdő hang, és akkor a harmadik sor aztán már olyan magasan volt, hogy majdnem cserben hagyott a saját hangot. Na hát legközelebb egy kicsit kezdőd alacsonyabb hangon, és akkor nem lesz probléma a harmadik sorban. És nagyon szép hangod van, lehet ezzel a hanggal bátrabban bánni, tehát lehet hangosabban énekelni, és a hangosabb képen lehet egy kicsit halkabbat, hogy ne legyen a kontraszt. Tudod? És akkor érdekesebb lesz az előadás, mert a matéria, a hangod szép, csak egy picit ki kell még aknázni, hogy képes legyél hangerővel is hangos és halkabb énekelése. Jó? Na most a kis előadás nagyszerű volt. Egészen nagyszerű volt. Lényegvetőlő volt, a népdalról szólt, nem a székely konóra tette a hangsúlyt, hanem erre a konkrét népdalra, mindent megtudtunk tőle, egészen lenyűgöző volt a kis előadás. Jó tanuló vagy? Az kiderül, nagyszerű, fókuszolt, intelligens kis professzornő állt előttünk. Hát így álmodtuk mi ezt meg, igaz, hogy valami ilyenfajta összefoglaló kis előadást használunk. Ehhez nagyon gratulálok. A Haydn téma egy picit mechanikusan énekeltél, és ott is egy kicsit úgy éreztem, hogy magas volt a hang. Mit is énekeltél? Melyik volt a do, do, mi, mi, fa, szó? Kezdem még egyszer? Do, do, do. Igen. Na most a szolmizáció lehet úgy is, mint a húsdaráló, hogy darálom a húst, beteszem a húst és kijön a fasír, és akkor csak ledarálom a szolmizációt. Do, do, mi, mi, so, so, mi, fa, fa, li, li, ti, ti, so. Ez nem elég. A szolmizációval ki lehet fejezni egy kicsit a témának a karakterét, hogy ő milyen. Do, do, mi, mi, so, so, mi, fa, fa, li, li, ti, ti, so. Do, do, mi, mi,
egy nyelv. Ezt általában mind a négy kislánynál eddig hiányoltam. A szolgizáció, mechanikus, egy kicsit darálódtam. Úgyhogy ezen gondolkodjatok el, és próbáljátok egy picit beszédesebbé tenni. Na jön a második, gratulálok, nagyszerű. Második gyermekünk, Nyíri Orsolya, hol vagy kincsem? Nyíri, igen. Nagyon szépen énekeltél. Az A betűket a szövegben nem nyitott ki elég nagyra a szádat, ki kell nyitni az A-nál, mint a fogorvosnál, és mivel te egy picit fedett A-kkal énekelsz, ezért egy picit alacsonyra sikerülnek ezek a hangok, úgyhogy próbálj meg a szövegre koncentrálni, és mikor A jön, nem az A az enne, az A-nál nagyobbra nyitott a szádat, és akkor magasabb lesz a hang. Szép volt. Én egy picit úgy éreztem, hogy egy hajszálnyal alacsonyabb volt időnként. Ez megint a hidegrendszer. Biztos, hogy hallottad, te is nem hallottad? De hallottam. Ugye hallottad, hogy egy picit egy hajszálnyival alacsony, aztán korrigáltad, följebb mentél, okosan, intelligensen bántál a saját hangoddal, úgyhogy rendben volt. Lehetne ezt a népdalt talán egy kicsit nagyobb hangerő különbséggel előadni, tehát a harmadik sor lehetne sokkal hangosabb, és a negyedik sor lehetne sokkal halkabb, vagy valamit a dinamikával, a hangerővel lehetne játszani. Na most akkor nagyon tetszett a kis előadásod, gratulálok, hogy a Székelyfórumnak a népdalait ilyen gyönyörűen felsoroltad, a gyűjtést elmondtad, nagyon megindító volt, hogy a szeretetet hangsúlyoztad, és az elbukás az egészen meghatott, hogy az elbukást emlegetted. Ezt hogy értetted, az elbukást, drága? Hát, hogy a legény a lóval elbukott, biztosan háborúban volt, aha, és akkor aki kitalálta ezt a dalt, ezt akarta vele megérteni. Igen, ezt ilyenfajta elbukást éreztél be. Nagyon egyéni, nagyon szubjektív, és nagyon jó, hogy ő ezt elmondta, csak mondom, rákérdezek, hogy milyen fajta elbukásra gondoltál. Igen. Nagyon örülök, hogy a szöveggel foglalkoztál, ez volt a fókuszban, és nagyon jól csináltad. A Bach téma, a táncosabb kellene énekelni, úgyhogy akik ezután énekelnek, már talán picit jobban járnak, mert táncosabbra veszik. Tehát nem ez a húsdarálós szolmizálás, hogy szó, do, ré, mi, fá, szó, do, hanem szó, do, ré, mi, fá, szó, do, do, la, fá, szó, la, do, do. Mit csináltam? Hangsúlyoztam az első hangra. Mert hogy ez egy tánc méghozzá, egy elegáns tánc a menüet, a királyok tánca a menüet. Tehát hangsúlyt kell tenni az első hangra, és kicsit lezserebben a második, harmadikat, úgyhogy erre vigyázzatok majd. Egyébként kristálytisztán énekeltél, és nagyon szép volt, csak ez a táncos karakter jelentő. Fodor Gabika. Itt ül, nagy kislány, 8-os, nagyon szép érett hangod van, nagyon énekez. Hogy a dalon belül a sor szomorú, akkor szomorodjál. Bevallottan vállalt föl, hogy most összetört a szívem, mert a fiú nem tud engem megölelni, de mikor zavarban vagyunk és kedvünk vagyunk az előadó művészetben, akkor örülünk, hogy élünk, és akkor néha túl komorkodunk, néha túl mosolygunk. Úgyhogy ezen tűnődjél, hogy ezt a tanácsomat meg tudod-e fogni. Tehát több kifejezést lehet beleadni, mert gyönyörű, szép érett hangod van. Na most én úgy érzem, hogy a székelyfonóra túl sok időt áldoztok, hogy a székelyfonónak a dalait felsoroljátok, és nem marad idő ami konkrét csitárinkra. Tehát akik ezután jönnek, próbálják meg kicsit átgondolni, mert így kifuttok az időből, és akkor ha mire felsorol, kifutottál te is, mint sajnáltalak. Mire felsorolod az összes népdalt a székelyfonóban, az már 30 másodperc. Úgyhogy esetleg abból kevesebbet vagy semmit, de erről a konkrét dalról többet. Na most kis csillagom, itt auftaktal felütéssel indul a te Vivaldi témát, kezd el, hogy légy szíves. Jó, na most úgy kezd el, hogy felütés legyen a do, és akkor a mire tegyélet hangsúly. Do, mi, mi, mi. Ez az. Do, mi, mi. Tehát nem do, mi, hanem do, mi. Ki a fontosabb, a do vagy a mi? Do. Nem, a do nem fontosabb, mert ő csak egy ilyen avizáló felütés, és a mi. Do, mi, 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 do, mi, mi. Ezt úgy hívjuk a zeneművészetben, hogy artikuláció. A színészeknél is. Aki artikulál,
Besenyei Ferenc is egy kiváló színész, gyönyörűen artikulál, gyönyörűen meg lehet érteni a szavait, és vannak rosszul artikuláló, rosszul beszélő színészek és énekesek, nagyon fontos, hogy hogyan, hova tesszük a hangsúlyt, és hova nem. Úgyhogy ezek már a művészetnek a titkai. Jó, szép volt, kristálytisztán énekelt. A negyedik versenyzőm, Kurucsi. Na hát nagyon megható, hogy ennyi nagylány között te is indulsz, és nagyon gratulálok, mert gyönyörűen helyt álltál. Nagyon példamutató, hogy te jó nagy levegőket veszel, kérlek szépen. Jó nagy levegőt veszel, és ki is tart az egész sorra. Néhány gyereknél azt tapasztaltam, hogy nem vesz elég levegőt, és akkor már a sor közepén egy picit fuldoklik. Nagyon jó, hogy a harmadik sor erőteljes forte hangerűvel énekelted. Külön gratulálok. Viszont a negyedik sort akkor halkabbra kellene venni, hogy legyen kontraszt ellenére. Nagyon hosszú volt a székelyfonóról a felsorolás. Ne legyen a székelyfonó népdalának a felsorolása fontosabb, mint a mi népdalunknak az elemzése, úgyhogy a következő 8 gyermek legyen szíves majd erre gondoljon. De nagyszerűen tudtad, úgyhogy le a kalappal. Az, hogy az örök szerelemről szól a dal, ez nagyon meghatott, nagyon tetszik, és gratulálok. Valóban ez egy örök, az örök szerelemről énekel. Igen. És hát ugye, mivel sok idő ráment a székelyfonó beszédre, meg ezekre a dolgokra, hát ugye már a harmadik vers, aki bűzottál, emlett, kiszaladt. Ugye te is úgy érezted, hogy kibutottál az időből. Még akartál mást is mondani? Nem. Ja, ennyit? Éppen rá tudtad mondani? Na hát akkor nincs probléma. Én csak ne keres. Na most kezd el nekem, légy szíves, ezt a bakmenüet, tehát te is. Szó, do, re, mi, fa, szó, do. Még egyszer. Szó, do, re, mi, fa, szó, do. Igen, na most egy, fa. Szó, do, re, mi, fa, szó, do. Még egyszer. Szó, do, re, mi, fa, szó. Jó, tegyél egy jó, gusztusos hangsúlyt az első hangra. Szó, do, re, mi, fa, szó, do. Erről van szó. És rögtön jó. Mindenki. Szó,
A népdal hangterjedelme 10 hangi, ami nagyon nagy és decimálnak nevezzük. Az alapmotívuma a mi lá do mi, aminek a hangterjedelme 8 hangi, 1 oktáv. Az alapmotívum többször előfordul a dalban, a sor végén megfordul és tükörképként jelenik meg. Az alapmotívum a csitári hegyek nagyságát fejezi ki, a hirtelen ugrása. Az alapmotívum és a második ütem egymásnak az ellentétje, mert az alapmotívum ugrásokkal megy felfele, a második ütem pedig lépésekkel halad lefele. Ettől lesz változatos a dal. Hogyha betűzni szeretnénk a sorokat, akkor AAB átkapnának, mert az első, a második és a negyedik sor egyforma. A harmadik sor az erőteljesebben kell énekelni, mert ott van a legmagasabb hang, a szó. A legmélyebb hang az alsó mi, és minden hang megtalálható az alsó mitől a szóig, kivéve az alsó fá. A ritmusa izoritmikus, ami egyenlő ritmusú, alkalmazkodó ritmusú is, ami azt jelenti, hogy a ritmus alkalmazkodik a szöveghez. Sok benne az éles és a nyújtott ritmus, ami tipikus magyar ritmus. Ebben a népdalban megtalálható a három zeneszerzési jel, a kontrakt, vagyis az ismétlés, ellentét, az ismétlés és a visszatérés. Na hát, gratulálok. Kontraszt, ellentét, visszatérés, ismétlés. Nagyon jó, nagyon okos kislány. Jó tanuló vagy külön? Igen. Mert mennyire jó? Egy-két évesen. Nagy.